Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből. Feol Podcast. Mert ismerjük egymást. Eperjes Károly Kossuth Díjas színművésszel itt Székesfehérváron a helsinki olimpia tiszteletére emelt emlékmű mellett találkoztunk. Milyen emlékeid vannak ezekről a sportolókról? Hát személyesen ismerhettem egy némelyüket, hála Istennek. Hát az ember ilyenkor úgy van vele, hogy a diákkori nagyjait látja, hogy már meg lett színészként is, az ember köbményelni nem tud. Hát az aranycsapat ugye 6-3 miatt ott a premiéren még éltek, 5-6-an. És hát eljöttek, hát én azt se tudtam, hogy mi van. Az ember akkor rájön, hogy lehet, hogy a filmnek én vagyok a főszereplő, de a filmnek az igazi főszereplő ők voltak, és amit dumát ott lenyomtak. Öcsi bácsitól kezdve, Jenő bácsim, Gyula bácsim, Nándi bácsi, Zoli bácsi. Segítettek ők a filmkészítés közben? Nem. Önöket? Nem, csak a premierre jöttek el. Uh-huh. Nem is kellett. Hát miért? A magam korabeli fiatalok, az akkori fiatalok, ki nem tudta az aranycsapat összeállítását, az nem játszhatott a többiekkel. Hát hogy vagy, nem tudta, hogy az, kik az aranyérmeseink helyezünk ki. Hát az komoly dolog. Számodra az a film az egyik a kedvencek között? Hogy maradt meg? Igen, az egyik kedvenc. Én úgy vagyok a filmemben, hogy mindeket nagyon szeretem, mert a gyermekeim, embernek 2 gyerekem vagy 8 gyerek, hát nem oszlik meg a szeretet, mindegyiket szereti az ember. De a kedvencek között ott van, az biztos. Külajos a Székesfehérvári Aranycsapat Alapítvány elnökének 3 fő célja van. Az egyik az, hogy szeretné, ha lenne Hungarikum, az emlékhely. Igen. És az ügy maga, illetve hogy a diákok tanuljanak ezekről a sportolókról, erről az olimpiáról, illetve azt is szeretné, hogy az olimpiákra induló sportolók itt tegyék le majd az esküjüket. Mi erről a véleményed? Én egyet értek vele, hogy itt tegyék le az esküjüket, az lesz a legnehezebb feladat, mert az idáig mindig valamelyik nagy intézményben és vagy a Nemzeti Színház, vagy a Vígszínházban, vagy olyan helyen voltak. És most, hogy van egy atlétikai nagy stadionunk Budapesten, Csepel-szigetnek a csücskébe, ezt meglátjuk. De az, hogy Hungarikum legyen, és hogy a diákok tanuljanak róla, azt erősen ildomosnak tartom. A harmadikat is, de nem egyedül vagyok ezzel. Hát ha már Kásolyan Miklós miniszter úr, korábbi miniszter úr méltónak tartotta és finanszírozta, mint miniszter, és Melokó Miklós bátyám meg ilyen gyönyörű szobrot alkotott ide, hát akkor ez látszik, hogy ez a mi generációnak, meg az övük, Miklós nagyjából egyidősek vagyunk, de Miklós bátyám kicsit idősebb, de ugye, nekünk ez fontos. És a Lajos ezért nagyon jól forszírozza ezt, hogy a következő generáció kapjon ebből a mai szlengel feelingből, hogy ezt ne csak úgy kapja, hanem hogy tudja, bevésődjön a szívében. Mint amikor diákok voltunk, akkor mi ezt tudtuk. Büszkék voltunk, úgy tudtuk, mint a Mohácsi csatáról, amit elvesztettük, ugye? Vagy éppen a honfoglalás. Ez ugyanolyan olyan volt a mi gyerekkorunkban, hát az hogyne. Hazatérsz még Székesfehérvárra? Hát úgy hazatérek, hogy sok helyre térek haza, sok helyen éltem az országban. Tehát az igazi haza az mindig a szülőfalum Hegykő, ott a Fertőtó partján. Most nekem haza az, mikor Erdélyben vagyok a barátaimnál, vagy éppen Felvidéken dolgozok. De az is haza, amikor most ott voltam Újvidéken, és eljöttem a színésztársaim mellett, és ők nem voltak otthon, de másnap mondtam nekik, hogy ott voltam, nem voltatok otthon, én otthon voltam. De azért kérlek, idézd fel a fehérvári éveket. Én annyit tudok, hogy a Videótonban dolgoztál egy ideig, a gyárban. Először tanultam a Müm 320-ba. Igen.
a Széchenyi gimnázium után, és akkor a Vidi Ifinek és a Tarcsinak az edzését látogattam, inkább így mondanám. Mert az olyan jó volt még a Tarcsi is, hogy ha most elmondanám az összeállítást, később az volt a Tarcsinak a 90%-a lett később az UEFA kupa döntős. Mayer Lajcséket, a színész nevet a Lajcsitól kaptam. De Csongrádival nagyon jobban volt, együtt laktunk itt a Vidi szállón, de a legjobb barátom a Havasi Józsi volt, ugye, még utána később a Máver lőrébe lett a magyar gól király, aztán később játszott Zalaegerszegen, Siófokon fejezte be. Sok barátom van itt, meg... Akkor gondolom figyelemmel kísérte. Hát a Cilla Tiber az mindig hív, hogy menjek focizni velük ide-oda-oda, és ráérnék, mert... De hát... sok jó focista volt itt akkor, nagyon, és mind magyar jó focista volt. Akkor gondolom figyelemmel kísérted a 1985-ös UEFA sorozatot. Hogyne. Akkor már fiatal színész voltam. Ha hogyne. De még a brazil magyar meccsen, amit nyertünk 3-0-ra. A bemelegítésnél. Ott bemelegített a szobrok között a Népstadionnál a csapat, és Csongi meglátott. Színész, mit csinálsz itt? Oda megjött. Eljöttem megnézni veleteket, hogy rendesen bemelegítetek el, mert most a brazilokkal játszunk, és megvertük őket 3-0-ra. Nagyszerűen játszottak. Világos Miklósnak a fejlesztésénél dolgoztam, ő volt a mérnök. Na. És azt mondta nekem, hogy nagy szemüveg volt. Károly, maga ne csináljon semmit, csak üljön. És ha valamit kellett a könyvtárba elszaladni, akkor én szaladtam. Mondom, de unatkozol, készüljön a színművészetére, Károly. Maga itt ne csináljon semmit, még valamit összeköt és baj lesz belőle. Jó, szép emlékek. Hát de meg itt nekem volt egy klubom. Manyi néni vezette az Öreghegyi Művedési Házat. És én ott csináltam egy klubot, és ott volt egy kis színpadi csapatom is. Jó volt. De hát a Maroshegyen is, amikor ott voltam koleszos, akkor meg oda jártunk át a moziba, meg hát jó, szerettem én is. De én itt lettem először a színházzal olyan kapcsolatban, hogy beiratkoztam, most már visszakapta az egyház, régen a Megyei Művédési Ház. Hát ott volt egy színjátszó tanfolyam rendezője, de nekem előbb lett rendezői vizsgám, mint bármi más. Tehát ott ilyen úgynevezett B-kategóriás, tehát amatőr színjátszó rendezőknek az volt a csúcsa, mert mégis a profi A-kategóriának hívták. De itt komoly tanáraink voltak. Monták Imrétől kezdve, Debreceni Lajoson keresztül, Máté Lajoson keresztül, Sződi Szilárd, Pált, hogy még, kik voltak? Sokan, nagyon sokan. Jó tanáraink voltak. De itt ismerkedtem meg először a színjátszásnak az alapja, úgynevezett alapjaival. Nem emlékezhetsz rá, mi játszottunk egymással szemben ellenfélként. De, mikor megláttak, rögtön járt. Hogy fogsz, hogy színész válogatott, újságíró. Újságíró, de emlékszem rá. Hogy nem lett belőled futballista? Tehát mi volt az a... Elmondom, az itt történt. Az itt történt, és egyszer betettek az első csapatba. Kovács Feri bácsi betett egy előkészületi meccsen a Wiener Wacker ellen. És mindenáron akkor az volt a mánia, hogy a Facchetti, ugye nagyon az olaszoknál és magas ember volt, és balbek volt. És lett egy új divat, hogy a két szélsőbek az magas legyen, ne csak a center half. De hát én nem voltam olyan fordulékony. És kitett, mindenáron jobbeket akartak játszani velem. Nagy három ezer lett később jobbek, mert kitették centerhalva jobbek, és a Kovács Józsit hátrahozták centerhalva. De engem is kipróbáltam, meg a Paleneket, másokat is, Végpenyót is megpróbálták jobbekbe, Nyitrait, Isten nyugosztalja Ferit. Megpróbálták, hogy, és betettek. Kaptam egy 160 centis balszélsőt, egy fél időt háromszor voltam a... Akkor még Salakon játszottuk az előkészítő meccset télen. Hát akkor éreztem, hogy itt nem lesz nagyon. De apám meg látta, hogy nagyon szeretnek meg minden, meg hogy én itten, én is járok rendesen. És megkérdezte édesapám a Németh Lajos bácsit. Őt temettük nemrég, ott is egymás mellett voltunk a többiekkel. Szalmával, ott volt a Tiber, ott volt a
Csongi, egymás mellett álltunk, mikor itt a barátoknál temették. És a Lajos bátyám, bácsi megkérdezte édesapám, mester, a gyerek itt nem fog beférni. Elvinném az Etóba, vagy a Haladásba, vagy az ZTL-be. Jól csinálom, elengedje azt. Ne, tanár úr, ne vigyel. Miért annyira jó? Nem, de szeretik. ez volt az én fotballkarrierem. Amikor ezt rájöttem, még a vasasos átigazoláson voltam, és a nagybátyám, Vinkovics Lajos bácsi, ő volt a gyúrója, válogatott meg vasasnak. És a Vidás Csaba abba hagyta, és kerestek egy jó becsúszó, olyan játékosnak, jól is passzol föl, és az volt a jó posztom egyébként, a szűrő. Az volt, szűrő is indít, az volt az igazi posztom. És lesérültem, de úgy lesérültem az átigazoláson, hogy 3 hónapig nem dolgoztam. Na akkor iratkoztam be itt a színjátszó rendezőire. Úgyhogy Fehérvár ilyen szempontból nekem egy alapmű. Említetted, hogy előbb lett rendezői oklevelet. Igen. Mint egyéb más. Van olyan film álom, amit, hogyha nem lenne semmiféle akadály, akkor mindenképpen van. Elsőként meg. Hát a Szent István. Írom is. Be is adtuk. Már 4. forgatókönyvét tartom. Egy jó Szent István. Mondom én itt Fehérváron. Jó Szent István, amelyikben nem úgy van, hogy veled uram, de nélküled, hanem úgy van, hogy veled uram, és nem nélküled. Életrajzodban szerepel, hogy szüleid papnak szántak. Ez nem olyan bonyolult. Ez azért van így, mert minden katolikus családban az első szülött fiút illik fölajánlani papnak. Tehát ez nem volt egy nehezék, csak később mondták el nekem, mikor úgy motoszkált bennem, hogy esetleg pap leszek. Pap nagybátyám egyik itt volt Bodajkon, Vajok Gyula bácsi. Most volt neki egy nagy emlékezése Püspök atyával és Morosz Tamással. Meg is hívtak, kellett nekem is itt beszédet mondani. Ő építette fel a Svojt Püspök atya érésére, ő építette fel itt az első zarándok központot. Még Vajk Gyula, eredeti neve Vinkovics, mint Lajos bátyámnak, csak ő magyarosított. Szóval én azért nem lettem pap, mert mikor úgy éreztem, hogy talán pap leszek, olyan kamaszkoromban, hogy szóltam édesem, azt a kisfiam, ez nem véletlen, aki a véletre hivatkozik, az az ördög unokaöccse. Mi téged felajánlottuk keresztelőkó papnak, te vagy az első szülött fiú, vidd uram, ha akarod. De ez egy komoly dolog, kisfiam, ezt meg kell gondolni. És meggondoltam, és észrevettem, hogy a Jóisten a nőket olyan szépnek teremtette, hogy ebből balé lesz. Úgyhogy nem pap lettem, hanem tália papja. De ez is olyan göcsörtökkel, ha nem sérülök le az átigazolásnál. Ha nem mondja a Németh Lajos bácsi apámnak, hogy tanár úr, ne vigyem el az ZTL-be, vagy Etóbát, ide nem fér be a vidibe. Ne, tanár úr, annyira jó. Nem, de szeretik. Ezek olyan alapmondatok az életemben. A hited rendült meg az évek során? Hogy? A hited, keresztény hited. Megrendült? Volt-e volt. Olyan? Volt, persze. Kamaszkorban, mikor meg az érvényesülés miatt. Még mindig tudtam, hogy van Isten, meg ha baj volt, mindig hozzáfordultam, de nem csak bajba kell, örömben is. És az örömnél néha megfeledkeztem róla, és magamnak tulajdonítottam bizonyos sikereket. És el is kapattam magamat néha, drog, pill, őrület, éjszaka. Abba ki kellett gyógyulni. De ő a gyógymódot is megadta, úgyhogy... Most azért a keresztényeknek világméretekben is, de itt Európában különösen azért oda kell figyelniük arra, hogy mikor és mit mondanak. Te is érzed ezt a fajta nyomást, hogy ez mindig is így volt. Kisebbségbe szorulunk? Persze. De mi vagyunk a legbiztosabb helyen. Európában sehol nincs, ezért támadnak minket, sehol nincs keresztény alaptörvény. Magyarországon így van. Szóval a mama működik. Még hogyha bizonyos korábbi kormányfő, felesztesfő azt mondta, hogy Mária levette rólunk a kezét, hát nem vette le. Sőt, nagyon munkálkodik. Ugyanis itt van egyedül Európában keresztény értékrendű alaptörvény.
nem véletlen, mert nincsenek véletlen, hogy a pápa ennyire szeret ide járni. Szerintem, ha lehet, tehetné, még hamarabb is, még egyszer eljönne. Hát rájött, hogy ez a Szentek földje. Hát nincs mese. Hát komoly, komoly helyen vagyunk. A legbiztosabb helyen vagyunk. Nem véletlen, hogy minden normális nyugati nyugdíjas igyekszik itt letelepedni. Mi nekünk annyi migránsunk van, hogy nem igaz, csak más irányból. Hitedet, világnézetedet mindig is nyíltan megvallottad, viszont ugye az aktív politikai pályafutás az viszonylag röviden ért véget. Egy hónap volt. Egy hónap. Mi volt itt az ok, hogy azt mondtad, hogy ebből elég lesz egy? De várjál, ez nem úgy volt. Fölkértek neves embereket. Ugye én Áder Janinak náznagyja is lehetek Isten kegyelméből, és én őket ismertem. Mert mi a színész válogatott fociztunk az ELTE bajnokságban, mert kevés volt nekünk a hétvégi foci, maga két edzés, tele voltunk erővel, és beneveztük az ELTE bajnokságba. Ott találkoztam én először a Viktorral, a Janival nem, mert a Janival egy helyen Maglocán nyaraltunk gyerekkorunkban, meg a Kövérrel, meg a Dajcsa, meg a többiekkel. Látszott rajtuk már, hogy ezek hazafiak, nincs mese, az sportszerető hazafiak, de nagy baj nem lett ezekkel. Hívtak is, hogy legyek fidesztag, de mondtam, hogy nem. Nem, valami miatt, nem tudom, azt mondtam, hogy nem. De ez támogatlak benneteket. És akkor eljött egy helyzet, és akkor most itt van a helyzet, támogatsz-e minket? És akkor mondtam, hogy persze. És Gundelben volt a megbeszélés. Nem mondom meg, hogy milyen művészek voltak előttem, utánam, hányan mondtak igen, hányan nem, meg egyet mondok, az Isten nyugosztalja, Cvak volt előttem. És utána mentem be én. És ott volt a János vezette le, ott volt a János, a Viktor, és ki volt még? A Laci, a Kövér. És azt mondják nekem, hogy figyelj, de vállalom, a vállalom. Két kikötésem van. Mi a két kikötés? Se a szélső jobbal, se a szélső ballal. Egyik szélével sátok össze. Adjuk. Másik. Akkor állok föl, amikor én akarok. Azt mondta, adjuk. Kezet fogtunk. Mikor állsz föl? Mondom, gyerek, leteszem az esküt, azt jöjjön az, aki ehhez ért. Bevizeg egy ember. Így került be a Varga Misi. Úgyhogy egy katolikus helyett bejött egy református presbiter. Azt János később megkérdezte, tudod te milyen mondattal léptél be? Mikor a Cvak kiment, bejött, szavaztok srácok, ekkora baj, hogy engem is behívtak. Szóval egy, és akkor én lemondtam, csak a szocik nem hitték el. Úgyhogy egy hónapig járt nekem a fizetés, de nem voltam hajlandó fölvenni, hogy aláírjam. Nem csináltam én semmit. Himnusz, hajrá magyarok, lemondtam. De ezek nem akar, nem akar. Még át is kiabált az egyik korábbi, nem mondom a nevét, így át kiabált a baliberes oldalon a kupolán terme, mindenki ott, éppen szünet volt, ott volt, ki ivott, ki evett valamit. Bravo, Szami, jó csináltad! Gyere be a kulturális bizottságba! Mennyit fizettek? Itt ez nem szokás! Kiürült a kupolaterem. Hitted volna akkor, hogy lesz egy ilyen 13 év? Illetve még ki tudja meg. Hogyne? Hogy 13 év lesz, azt nem tudtam. Meg hogy még lesz-e több. De azt tudtam, hogy Mária nem fogja elhagyni az országot. Se Szent István, se a szentjeink. Szóval Szent Pió atya látomása. Két látomása volt. Először Magyarország körül tövis koronát látott, és 56 beleírás vércsöpögött ki belőle. Ezt már mindenki érti. A tövis korona az a trianoni elcsatolás. A második látomása mi volt? Magyarország körül ez a tövis korona kivirágzott, rózsakoszorú lett, és mint egy főnix madár egy csodálatos fényesség szállt föl belőle. És megkérdezték, hogy mi ez, mi ez? Hát minden nemzet irigyelni fogja a magyart, mert innen fog felszállni az, amelyik megváltoztatja az egész világot. Emberek, elkezdődött, be lehet állni. Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet,
múlt és jelen Fejér megyéből. A Feol Podcast. Mert ismerjük egymást.